Tisztelt polgármester úr, igazgató tisztelt meghívottak, építészek, régészek, örökségvédelemben érintettek és érdeklődők, szentendréjek. Először is engedjék meg, hogy, a, hogy az első gondolat, ami, ami két személyes gondolattal kezdem, az első személyes gondolat az a, az előző előadóhoz szólhasson, mert az a következetes magatartás, amivel évtizedeken keresztül, mint tudományos szinten, mint pedig építészként, sőt, műemlékhelyreállítóként is, műemlék bemutatóként is Mezős Tamás végzetén azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben predestinálja azokat a, a, személyeket, akik a BME építészet történet tanszékén dolgoznak. Hajnóci Gyula után, akinek 102 évvel ezelőtti születésnapjára emlékezve szobrot avathattunk egy hónappal ezelőtt a műegyetem Panteonjában, a parkban. És azt gondolom, hogy az ő közvetlen munkatársa Tamás rengeteget tett rengeteg ettet, nem csak a, a, az ókori és a római hagyaték megmutatása szempontjából, hanem a mi emlékvédelem területén is. És hogyha szabad a személyes vonatkozást folytatni, mert nem biztos, hogy minden korszakban mindenki számára adatott az a lehetőség, hogy ugyanezt ezt a széleskörű munkásságot folytassa én, most majd mostani pozíciómban, akkor, amikor már egyeztettük ezt az előadást, akkor én kifejezetten kértem, hogy én kizárólag most, mint egyetemi docens, nagyon szépen köszönöm a tanári kinevezést, ezt ajánlom dékánor figyelmében, aki elvileg követte a programnak az alakulását. Ez jól esik, jól esik ez a közvetlen személyes személy. Így is lehet értesülni jó dolgokról, engem nem zavar, de nagyon-nagyon köszönöm nyilván nem ezeken az apróságokon múlik, vagy csúszik, vagy bukik el valami, és, és, délután már is majd valami jogszabályi környezetbe kell csöppennem egy másik pozíciómban, mármint hogy nem egyetemi egy másik konferencia, elnézést is kérek a délutáni szekcióhoz, sajnos nem tudok csatlakozni, bár nagyon-nagyon jók az absztraktok, és nagyon izgalmasnak mutatkozik. Amikor erről elsőként beszélgettünk, és uh, volt egy kis sugás, hogy uh, vajon miről kellene uh, szólnom, akkor akkor én alapvetően az előadóknak a sorában én megpróbáltam úgy pozícionálni magamat, hogy egy picit az építészes megközelítésű, talán kevésbé sok műemlékes munkával, de az építészes megközelítésű örökségszemlélettel szeretnék foglalkozni az előadásban. És az a, az a sor, ami ebből kialakult, az a láthatatlan örökség, és mindjárt egy nagyon-nagyon látható megjelenítést látjuk ennek. Tehát hogy a romai kori régészeti örökség építészeti eszközökkel történő bemutatási gyakorlata az ezret ez egy nagyon klasszikusan ilyen tudományos pontosággal megfogalmazott alcímben nagyon-nagyon lényegesen, és egy picit építészesen ilyen érdekes kérdőjellel a közepén, ugye a címben nem illik kérdőjelet rakni, de zárójelben talán ott a közepén elfér ez. Én ezt próbálom, ezt a habitus szeretném ebben az előadásban ö, ö, megjeleníteni és a fölépítés az előadásnak, hogy követhető lehessen, hogy mennyit kell még várnia a szünetig. Alapvetően három-három példán keresztül és egy pici gondolatmenettel az elején, ami ami egy bővebb személyes gondolatmenet lesz. Szeretném azt bemutatni, hogy mi az, amit tudományos kutatóként talán nagyon kevés számú és még egyszer mondom nem római emlék keresztül a tudományos az építész habitusú alkotói és a, és a kicsit így a közösség felé és a társadalom felé való közvetítés fogalmaival játszanék illetve azokon ezeken az épület példákon keresztül mutatnám be három három példa négy ö, témához kapcsolódóan majd a címeket mindig az aktuálisan fogom magyarázni talán egy picit így érződik hogy ö, hogy egy ilyen proaktív, inkább kritikai attitűdű előadás fog bemutatásra kerülni. És az én nagyon nagy személyes, és akkor itt lesz a személyes átvezetés a, a háromszor, vagy négyszer három témá épülethez. A személyes átvezetés az, az Rafael a Miridai Római Művészetek Múzeuma lenne, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan építészeti alkotás, amely kifejezetten önálló építészeti alkotásként értelmezhető. Egy nagyon-nagyon bonyolult régészeti szituációban település települ szövet fölé épített múzeumról van szó, ugyanakkor teljes mértékben építészeti habitusában, kortás építészeti habitusában, és most nem azt a stílusirányzatnak, hogy ezt hogyan és miként teremtette meg. Jellemzően követi azt, az, azt a habitust, amit mondjuk egy római örökség helyszínen, egy római művészethez kötődően, és az építészetet is művészetként értelmezve, nem csak mérnöki tudományként, mert akkor inkább így gondoltak rá, próbálja bemutatni és próbálja közeket teremteni. Mert a, a nagycsarnok, Tere alatt egy sokoszlopon álló, piléreken álló bemutató terület van, ásatási terület bemutató része, tehát kvázi egy régészeti konzerválás, és fölötte jön, jön létre egy olyan tér, amit építész megfogalmazásban azokkal a monumentalitás eszközeivel, az anyaghasználattal és forma elemekkel próbál az építész megidézni, ami a Róma művészetről szólhatott, vagy az építőművészetről szólhatott. Ezért vannak ennek archivoltjai, ezért van bazilikális kialakítása térnek, és ezért van egy olyan szerkezeti rendszere, ami az Opus Rusticumnak a mintájára gyakorlatilag vékony, római, mit szoktuk így utólag hívni, most már, hogy római téglás, vékony, római téglás köpenybe, gyakorlatilag betonkiöntéssel, tehát az eredeti technikát mai szoktuk ezt innovatívnak mondani, de hát én azt gondolom, hogy hagyományt követő módon valósította meg az építész. És ez az a habitus, amit szeretnék a következőkben is megmutatni, és egy kicsi aktivitásra buzdítsam az itt ülő hallgatóságot. Én nagyon szeretném, hogyha valaki felismeri, hogy hol készülhetett ez a kép, a következő 12 példából, melyik épületnél, akkor az majd egy ilyen karlendítéssel, lehetőség szerint szívéhez tett karlendítéssel jelezze, hogy igen, ő ráismert, hogy hol van ez a helyszín, mert hogy ez a lényeg, én azt hiszem az örökség közvetítésnek, hogy bevonjunk, és adott esetben az érdeklődést is felkeltve, mert hogy élményszerűbbé válik az érdeklődés által, nem a kütyük által válik élményszerű, hanem az érdeklődés, az érdeklődés felkeltésével, a kutatással, a kereséssel, a közösségi régészettel, válik valami nagyon-nagyon személyessé megközelíthetővé értelmezhetővé. Úgyhogy ez majd valahol lesz ez az épület ahol ahol ezt a gyerekek követik és illetve próbálják megfigyelni ezt a fennmaradt mozaikot helyszínén rekonstruált helysz, mozaikot bár a romai építészetről nagyon-nagyon sok mindent tudunk. Nem akarom itt az előzők előzőktől elvenni a szót is az után nem következőktől sem. Nagyon sok ismeretünk van nagyon sok Innovatív ráérzésünk van, hogy vajon tényleg úgy csinálhatták el, ahogy csinálták azokat a dolgokat, amiket úgy konkrétan nem ismerünk ugye, teljes mértékben. Számos különleges eset alapján, régészeti lelet alapján tudjuk darabjaiból összességében rekonstruálni a római építészetet. Egy az egyben eredetileg fölmaradt épületünk ebből a szempontból nincs mikből találjuk meg ezeket, és a korok vajon hogyan viszonyultak ehhez, tényleg csak egy ilyen rövid a személyes áttekintés rövid vonatkozásai. Jellemzően sok helyen ugye már ezt parképítészeti eszközként kezelik, mert számoságuk oly mértékű, hogy összefüggésében ki nem építhető nagy útvonalakat, nagy vonalakat nem kívánnak megjeleníteni, és mindig az adott lokális közösség számára fontos, akár csak jelzésértékűen is, ezeknek a megtartása, megjelenítése, védelme. Illetve a történeti kutatás ezeket a rétegeket igyekszik felfejteni, akkor, amikor egy Hadrianus falról beszélünk, akkor vajon, hogy, hogy ott áll a torony, mert azt gondolnánk, hogy ez valahogy erősít egy, egy, egy útvonalat, egy, egy védművet, Hát azt is látjuk, hogy a térképek alapján bizony a, a víz, illetve a vízjárta terület vonatkozása teljesen más léptékű. És nem igazán a fal mentén kell keresnünk, hanem ebben a házban kell keresnünk azt a tornyot, ami valószínűsíthetően, és talán így a fal nem akarok ilyen részletekből nem de a fal sejthetően nem véletlenül megy föl az első emeletre, és nagyjából lerajzolható itt a toronynak a körvonala, vonala, tömege, amit itt a házban, a palotában, vagy hát ebben a vidéki házban felfedezhetünk. Ezek azok a felfejthető rétegek, ahol nyilvánvalóan nemzeti identitásból, vagy valamilyen politikai akarat üzenet vonatkozásában jellemzőbben erősebb megjelenítések is, adott esetben jelentős források felhasználásával tudnak megvalósulni, és nagyon-nagyon jó, hogy ezeket az épített tereket, ezeket a megőrzött épített tereket Konzerválással, vagy adott esetben kortás eszközök kiegészítésével tudjuk használni, megérhetővé, járhatóvá tudjuk tenni. És ismerjük azokat a példákat is, hogyha már a társadalmiasításról is beszélünk egy picit, amikor ugyanezek a folyamatok pro és kontra nagyon erős érzéseket váltanak ki emberekből. Mint például egy klasszikus római színház története Szaguntóban, ahol a, a színpadi hátépítménynek a megépítése is, annak az építészeti megformálása, miközben ezáltal egy római színház tudott teremt, lett, megteremte itt gyakorlatilag újra néhány évezer távlatában. A romos állapothoz képest nem csak a nézőtér, hanem tényleg a, a teljes színpad háttérkép megépítésével. Ugyanakkor nagyon erőteljes a turisztika és a és az örökségkezelés ütközésének egyfajta ilyen társadalmi konfliktusához vezetett egy ilyen kiépítés. Miközben persze nagyon örülünk, hogy most újra autentikus környezetben lehet előadásokat tartani. Ismerjük azt a történetet is, hogy ez a római örökség a 2000 évével, vagy 2000 évre visszatekintésével gyakorlatilag hagyományozódik, és később a középkori várfalakban, erődítésekben megtalálhatók azoknak a nyomai, akár ugyanazon a nyomvonalvezetésen, akár ugyanazokkal a bástyákkal, amelyek ma is élő emlékei annak a római hagyománynak, amit évszázadokon keresztül így végül is kísértünk, tudtunk kísérni hosszan. És hát azt is tudjuk, hogyha egy emléknek a felújítása néha meg is ijeszt bennünket erősségével, azért ott van az az idő. Az idő, ami aztán szépen Mindent újra össze fog hozni. Ilyen távlatban, érdekes mód, ilyen távlatban az a 2000 év sem olyan nagy, 10 év alatt, 5 év alatt gyakorlatilag szépen hasonulnak az újabb és a régi kövek egymáshoz. És hát a, a nagyon közeli Karnontum példáját itt Tamás is említette már, mezős Tamás is említette már, hozhatnánk, ahol egy folyamatos bemutatási mód különböző korszakai, most kezdik egy picit eltüntetni az előző évtizedeknek a módszereit, és már gyakorlatilag egy ilyen élő falu jelleggel próbálják ezt a bemutatást végezni. Nagyon jó érzés volt, éppen október 2. másodikán voltunk itt, szakmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök hallgatókkal, a fürdőben gyakorlatilag nem 18 fok volt biztosítva, csak így szeretném hozzátenni, tehát hogyha valaki esetleg így a sok-sok munka közben már megunta 18 fokot, akkor nincs is olyan nagyon messze kandon. tudom érdemes elmenni és megnézni a fürdőt, lehet már egy kicsit tartozkodni. Nyilván egy nagyon-nagyon érdekes, élményszerű megélése is a, a római örökségnek. És akkor visszatérve, Rafael Monaóval zárnám ezt a átvezető sort, ahol a Római Múzeumtól nem messze, mint egy 150 méterre a színháznak a bemutatása az ilyen állapotban volt. Tehát nem forrás kérdése, hogy ki akarunk -e építeni egy római emléket vagy sem. A múzeum létrehozása egyensúlyban van azzal a szemléleten, ami viszont egyfajta ilyen romkonzerválás jelleggel mutatja be. Tehát nem pénz kérdése és nem akarat kérdése, hogy milyen technikát vagy technológiát válasszunk. Hát nézzük meg, hogy milyen technikát, technológiát választanak sok esetben olyan helyszínek, amik abszolút nem urbános helyszínek, mármint hogy nem közeli falvak, város szövet vagy városon belül, ugye bár Lukka példája az egyik legszebb, ezt Tamás is elsőként vetítette, ami gyakorlatilag kirajzolja azt, az amfiteátrum vonalat, ami, ami ma is a város szövetben lekövethető spanyol, jellemzően délszaki területek, illetve néhány, néhány közép-európai példa lesz a bemutatások sorában. Amikor egy nagy-nagy régészeti területnek, talán csak a leges legfontosabb a közepét feltáró és az bemutató inkább egyfajta landmark jelleggel és landscape jelleggel felhasználva azokat a maradványokat, de nem, 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 eltörölve az előző korszakoknak a szándékait vagy mintáit is, amik adott esetben épített elemekkel, épített részletekkel próbálják megmutatni, az értelmezést segítendő próbálják megmutatni egy-egy ilyen területnek az értékeit. Olyan helyben megtartott mozaikokkal, paddóburkolatokkal, illetve hát a szentély kiemelésével, ami valahol ezt a hierarchiát, ezeknek a fragmentumait, a fragmentumait kívánja megmutatni. Egy több rétegben használt ö, ö, helyszín a következő: Kántákok és dombocskája, ahol a római kortól, majd a későbbiekben az arabok által használt, illetve a középkor folyamán fogadóként használt helyszínen járunk. Az ásatásoknak úgymond a megkezdésekor nagyjából ez a kép fogadhatta az itt járó turistákat, és semmi más nem történt, mert hogy nem turisztikai fejlesztésű látványelemeket és élményelemeket felvonultató beruházásról van szó, hanem egyszerűen annyi történt, hogy az elemeit a domnak, amik itt a környezetben megtalálhatóak még ennek az épületnek, gyakorlatilag újra rendezték, és egy, és egy, új rendszerben, egy új rendszerben, egy hálózatos rendszerben gyakorlatilag az ott levő köveknek, ha úgy park parképítészeti megoldásával, rendezték újra, és kívánták megmutatni az alaprajzokat pozitív és negatív hierarchiát megjelenítő változatban. Ez most is innentől kezdve csak és kizárólag nem tűsarokkal, de látogatható helyszínként, park helyszínként jelenik meg. A településnek a kis dombocskáján láthatóan egy elég heterogén környezet a képekből felfedezhető ez. Nem kell többet tenni, nem kell kábézót ide rakni, hanem egy egyszerű, ha úgy veszük, akkor kőrakosgatással egy helynek a szellemisége, sok rétű, sok rétegű története mutatható meg nagyon egyszerű eszközökkel. Nyilván vannak sokkal frekventáltabb helyszínek, és mondjuk ebből a szempontból a Lisszaboni vár helyszíne, az ebből a szempontból, ahol római, megint csak arab és későbbi középkori rétegek is rakódnak egymásra, a régészeti terület bemutató részén gyakorlatilag egy tér tömegrekonstrukció történik, talán az egyik legkihívóbb kortás, kontrasztos építészeti eszközökkel megjelenítve azt az épületet, amely valószínűsíthetően ilyen tömegformával, arányokkal, és hát nyilván itt egy picit az éjszakai látványra is számítva mesterséges megjelenítést mutat számunkra, de közvetíti azt az épület formát, amit évszázadokon, sőt igazán itt a mediterráneumnak ezen a nagyon-nagyon nyugati végén is, mert nem mediterráneum ez valójában, hiszen az, az óceánnál van már, képviseltek azok az átriumos lakóházak, amelyek egy jó épülettípusként itt is következetesen évszázadokon keresztül, egymásra rakódó rétegeken keresztül, a is használták ezt a leírások alapján, mármint ezt a helyszínt, nagyjából eddig mert nyújtózkodni, eddig kívánta a bemutatás, mint egyfajta installációként megmutatni azt a történeti rétegzettséget klasszikusabb példák felé haladva, ö, olyan bemutató épületek, vagy védőépületek, bemutató épületek, leginkább azért valamit integrált, tehát több funkciót is ö, ö, magába foglaló épületeket hoznék. Franciaországból az egyik legnevesebb francia nemzetközi építész Jean Nouvelnek a munkája, ami sem nem más, mint egy védőtető, egy, ö, egy lakóház, épülette fölépített védőtetőként, gyakorlatilag a tetőzetre is rávetített alaprajzzal érzékelhető valami fajta tériség, sem nem, egyáltalán nem az a fajta konkrét tériség, ami az épület dimenzióit próbálná mutatni, mert hogy a tényleges támogatás az igazság szerint az őt két oldalról, tehát elalakban körbevelő galérián elhelyezett ma már így műtárgyaként kezelt örökségelemeknek a bemutatásáról is szolgál. Egy jóval szofisztikáltabb, és talán nem véletlen, hogy a ma már felvetített képekben azért van olyan fajta építészeti hasonlóságot, analógiát mondanám, hallgatói munkákban felfedezhetünk. Palenciában járunk, egy olyan építészeti bemutató megoldás, ami alapvetően, egy az épület struktúrától, a feltárt romoknak a struktúrájától független, láthatóan élményszerűen direkt másfajta, ez a kicsit ilyen szerkesztésű donga, alacsony szegmens donga felület egyértelműen megmutatja, hogy itt nem történeti formák rekonstrukciójáról van szó, ugyanakkor olyan téri szegmensekben, ahol lehet érzékelni, például egy ebédlőnek a, a szép íves zárását, azokat installációs elemekkel mutatják be. Ettől egy nagyon-nagyon eltérő, mert hogy heterogén vonatkozásában maga a régészeti terület is nagyon-nagyon eltérő, kevésbé ennyire egyértelműen olvasható, ráadásul városi szövetben lévő kis beavatkozást mutatnék a következő példán, három képen keresztül, ahol különböző korszakok, évszázadok különböző lenyomatai Gyakorlatilag nem is biztos, hogy azonosítható a római örökségről, de hát valahol a, a, az eredeti, a rómaiakat megerőző településkultúrából vagy telepítéskultúrából adódóan az ott maradt régészeti maradványokból egy valószínűsítetően a római korban is használt területre mutat rá. E, igazság szerint már olyan építészeti, inkább azt mondanám, hogy térbeli képzőművészeti alkotásként megfogalmazva egy védőtetőt, mely az előző és hasonlóan elvonatkoztat a, a, a védett értékeknek a valamilyen jellegű lenyomat megjelenítésétől, és inkább egyfajta önálló építészeti értékkel, vagy képzőművészeti értékkel bíró védőtetőként jelenik meg, és a romok között a feltárás, részben feltárásban lévő, részben már feltárt és konzervált romok között járkálva mesél el történetet ami történet esetleg kifejthető ezekből a nagyon-nagyon egymásra rakódó kultúra rétegekből. Az egyik talán legismertebb példa az építészeti forma megjelenítésével az Peter Cumtornak, az egyik legismertebb svájci kortás svájci építésznek a egy nagyon-nagyon korai munkája. Talán ebben a közegben is illik és lehet elmondani az, hogy Peter Cumtor kantoni műemlékes munkatársként kezdte el a munkásságát. Két munkája készült ebben az időszakban, ez az egyik, ez a, a római házak fölépült védőépület, illetve a másik az iroda, Ház, mármint, hogy a villaépületek, két villaépületet használta a kantoni műemlékvédelmi hivatal és a két épületet összekötő emeleti átjárónak a tervezéssel kapcsolódik a nevéhez. Ehhez az időszakhoz azóta már egyéni vállalkozóként, ahogy szokták pontosabban megfogalmazni, egyéni vállalkozóként, nem tudom milyen adózási formában, egyéni vállalkozóként folytatja tervezési tevékenységét, igen, igen neves építész ki magát. Számos olyan attribútum, amit a, a kartáknak a toposzai próbáltak megfogalmazni az építészek számára, inkább szellemiségről beszélnék, a nem érünk hozzá, a nagyon picit más, ugyanakkor valamit elemeiben, utalásaiban a nagyon-nagyon kevés fönnmaradt romfalra vonatkozóan, illetve mozaikra vonatkozóan bemutató épületről van szó. Igazság szerint ténylegesen védő épületről van szó ebből a szempontból. A közösségi régészet szót használtam valahol az előadás elején, és egy nagyon érdekes projektet szeretnék bemutatni Spanyolországból, Ávilából, ahol egy feltételezhetően, mondjuk már ma már a roncsolásmentes kutatások lehetősége olyan széles körű, hogy szinte az egyik leggyorsabb és legpontosabb információkat adó eszközök nagyon rövid idő alatt tudják ezeket előállítani, és úgymond valóban kevés személyes beavatkozást kívánó munkafolyamatokként. Költségesek, kétségtelenül, viszont hihetetlen hatékonysággal bírnak. Egy teljes terület itt a kis középkori templom mellett egy teljes területet sikerült bemérni talajradaros mérésekkel, és gyakorlatilag egy olyan fejlesztést határoztak meg, amelyek egyértelműen látható vagy tudható mozaik maradványokat, padlómaradványokat, illetve hát valamilyen épületkontúrokat megtaláltak, és egy folyamatos régészeti területként, egy folyamatos feltárási területként kezelve, valószínűsíthetően kezelve az egész területet, kis pavilonokon keresztül, az akár gyerekekkel, iskolásokkal való régészkedésnek a folyamatát is el tudják játszani. Tehát ez egy kicsit az edukatív folyamat, ismerjük meg, hogy a régészek a kis söprűvel mit csinálnak pontosan, illetve az a kis kapitgászó lákával. Nyilván itt azt is el lehet játszani, hogy újra és újra visszarakják a homokat, és akkor megint el lehet a homokozóban játszadozni a gyerekekkel. van ez nagyon-nagyon fontos ma, nem csak a romai örökség szempontjából, de az örökségkezelés szempontjából, hogy tehát közvetlenül, élményszerűen, fizikai élményszerűen kapcsoljuk az embereket helyekhez, történetekhez. Ezen épület kapcsán, amit talán számos kortárs akciófilmben is lehet ismerni, a Ciszternák, Teozóziusz féle Ciszternák Isztambulban, nem is igazán a, 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 a Ciszternának a bemutatása, hanem az azt felvezető, épület kapcsán szeretném megfogalmazni azt a gondolatot, hogy nem biztos, hogy minden esetben ez, a, ez az örökségcentrikus megközelítés a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel is meg tud valósulni. Nem biztos, hogy az a fajta folytonosság kell, minden esetben számon kérhető legyen egy, egy fejlesztésen, ami talán valami fajta történetiségre, valami fajta történeti kontextusra próbálna utalni. Nagyon-nagyon markáns és nagyon-nagyon más ez a fejépület, ha úgy veszük, akkor a bevezető fejépület ezekhez a ciszternákhoz. Ugyanakkor jelfelhívó értéke elvitathatatlan kétségtelenül ennek az építészeti magatartásnak. Ah, és nem magyaráztam a történeteket. Ugyebár az alaprajz és térképzés vonatkozása talán egyértelmű volt, illetve a közvetlen viszony az alaprajz és térű szituációkhoz. Hogy milyen és miként kell, hogy hasonljon, ez volt az utóbbi három példa, és az ügyvéd a leginkább kritikus kérdéseket felvető három példával szeretném zárni itt magát az előadást, és először is egy angliai példával egy gyakorlatilag egy ilyen farmhouse, egy ilyen country farmhouse területével, archi fotokat látunk a századfordulóról, vagy archív fotót látunk a századfordulóról, és talán a rekonstrukció véli és felfedezni, hogy itt egy eredeti római gazdaságot láthatunk. Ma a, ezek a fajta rekonstrukciós rajzok számos filmnek az alapjait, hogyha csak a Netflixnek a Vikingek című filmjét vetném föl, hogyha valaki ezt látta, akkor nagyon jól tudja, hogy az angol udvar gyakorlatilag egy ilyen farmhouse építészeti képben van beültetve, mint hogy a Királyi Udvar, bár ott is egy római örökségre épített Királyi Udvarról van szó, ahol, a, ahol nem tettek mást, mint hogy a meglevő falakhoz ténylegesen társítottak építészeti formát. Ezek az építészeti formák a mai értelemben vett leglogikusabb építészeti formák. Tudjuk, hogy a leglogikusabb dolgok általában természetesen és hagyományszerűen szoktak további terek kerülni. Nem kell attól félnünk, hogy ha mi a mai leglogikusabb dolgunkkal nem, fél, nem, biztos, hogy leginkább azt találjuk el, amit a rómaiak a leglogikusabbnak gondoltak. Ez a fajta hagyományötvöződés, egyfajta picit változás, ez ugyanúgy természetéhez hozzátartozik az építészetnek. Ugyanakkor az a megfogalmazás, hogy valami fajta logikus, természetszerű, tehát a hagyományos építésmódot követő Gondolattal, formavilággal próbáltak ezeket az elemeket megmutatni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szépen illeszkedő, természetszerű épületet hozott létre, mindazokkal a. Senki nem emeli fel a kezét. Igen, ez az. Igen, tehát megfelelő stratégiai ponton meg, meg, lehet szakítani az előadást. Tehát azokkal a, az emlékekkel, amelyek valós, konzerválható, helyszínen konzerválható, ugye ez is mindig egy nagy-nagy kérdés, hogy elveszünk-e, leveszünk-e valamit, visszarakjuk-e. Én azt gondolom, hogy a, az építészet, a képzőművészet, a sok-sok határán összetalálkozó régészet és a régészeti emlékek ez tartozó bemutatás módja és nagyon-nagyon izgalmasan közelítenek egymáshoz. Talán a kortás építészetnek az lehet a feladat egy ilyen esetben is, hogy ennek olyan keretet adjon, ahol mindenki a legjobban érzi magát és legjobban találja meg a helyét. Szerintem egy ilyen mozaik nem azért, mert hogy értékes vagy nem értékes, felszedése és adott esetben alatta konzerválása és visszahelyezése kevésbé ugyanolyan értékes, mint hogy ez helyszínen történik. Tudom, ez muzeológia, és nem állszunk ebbe bele, de építészetileg szerintem nagyon-nagyon izgalmas az a dolog, amikor valamit ténylegesen a helyszínen, valami folytatásaként végzünk tevékenységet. Uh, Novigrádba, uh, Horvátországba ugrunk át, ahol egy talán picit más, tehát hogy ürügye vagy eszköz a régészet, illetve a római örökség megmutatása. Itt egy, egy, egy nagyon ügyes forrásfelhasználást szeretnék bemutatni. Ez egy információs pavilon, ráadásul. Uh, ingatlan több belül egy ilyen nagyon-nagyon sajátos építési jogi helyzetbe került információs pavilon, ahol, ahol oktogonális, illetve egy négyzetes formának a megtalálásával, alafajnak a megtalálásával sejthetünk esetleg egy korai baptisztérium volt, vagy sejthetünk egy azt megelőző kultúrának, a római emlékeinek a felfedezését, és egy olyan nyitott pavilonként lett megfogalmazva ez a végülis tömbelső igazság szerint köztérrendezés, most ugye már különböző ilyen forrás lehívási szavakat próbáltam itt beültetni egymás után a mondatban, ami gyakorlatilag egy, egy ilyen nyitott, nyilván a klimatikus vagy hát a zárás után pedig bezárt változatban egy olyan kis köztérelemként megfogalmazott kiállító épületet hozott létre, amivel azért bízható és hát nagyjából tudható, hogy, a, hogy egy személlyel őrizhető és a park ellenőrzésével együtt egy személy őrizhető kiállító tér jött létre. Valószínűleg senki sem fog elfogni a faragványokkal, még hogyha nagyon-nagyon régész, meg ihletettségű külföldi látogató is. Már semmi másról, mint erről a kis oktogonról, a kis nézetes épületről szól ez az ingatlan belsők, megfogalmazott történet. És egy nagyon-nagyon sajátos, ugye a keretes műben én nagyjából hiszek, nem csak előadóként, de az irodalomban is nagyon-nagyon szeretem a keretes műveket, filmekben még inkább, mert az csak két óra alatt keretes mű. Ebben a most már több mint 20 percben szerint azért, szerettem volna még, megint csak egy meridai példával zárni az esetet, mert hogy meridából indultunk Rafael Moneo-val, itt Sánchez Garcia építész egy urbanisztikai rehabilitáció kapcsán a, Diana templom, illetve a későbbiekben a gótok által beépített kis palotaépületnek rommaradványai, illetve a Diana templom való környezetében megjelenő szentélykerületnek, amúgyabár már akkoriban és és mond gyakorlatilag üzleteket, műhelyeket jelentett, nek az újrateremtésével foglalkozott, a a hosszú ideig csak és kizárólag az itt elhúzódó utca, utcával frontban megnyitott területet gyakorlatilag hát, néhány ingatlan kisajátítással lehetett kicsit tágabb környezetként megfogalmazni, és egy kultúrájában egy olyan visszaidézést hozni, ami a lábakra állított pillérvázas, lábakra állított emeletre emelt mai képzőművés stúdiókkal visszaidézi azt az eredeti eredeti hangulatát, ami egy mondjuk egy ilyen templom környékén vásárokkal, vagy adott esetben műhelyekkel, shopokkal, bocsánat, műhely üzletekkel lehetett körbevéve, és remélhetőleg átadása után nem sokkal, ugye már jött a Covid időszak, remélhetőleg ez talán idővel a turistáknak is a térképén, már rajta van a turisták térképén, de remélhetőleg majd ott élő mozgó, sőt adott esetben alkotó képzőművészekkel, egy kis ilyen vásárfiás hangulattal, de fölhívja a figyelmet egy-egy ilyen sajátos urbanisztikai szituációra is, ami ténylegesen az eredeti városnak is a közepén, nagyjából a közepén lehetett, nem is olyan nagyon messze, jó, mondjuk 450 méterre a az elején bemutatott római művészet múzeuma, és a tőle csak 150 méterre, lehet, hogy az előbb mondtam, 150 méterre található színházhoz. És egy olyan összefüggést tud felmutatni ez a kis beavatkozás, ami remélhetőleg elindít egy olyan folyamatot, ami ezeket az örökségpontokat például a esetében is összeköti, és bejárhatóbbá is teszi. Úgyhogy az elemek, amik az etikai vonatkozástól, a keretes műetikai vonatkozásától az utolsó etikai ponton a meridáig, indultak és Méridában érkeztek vissza, számos példán keresztül próbálták bemutatni, hogy vajon az a romai örökségnek a kezelésének a módja, az ahhoz való viszony, adott esetben a forrási lehívás eszközeik is, mik lehetnek különböző szcenáriókban. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos és kicsit félretéve a viccet, alapvetően az edukáció szerepe, az örökség értelmezésben a, bevonásnak a fogalma, a folyamatosság, a folyamatos láthatóság, még hogyha a kisléptékekkel is, vagy kislépésekkel is, a folyamatos láthatóság az érdeklődés fenntartásával az elköteleződésnek a szintjei talán ezeket is bemutatják ezek a példák, bár ilyen hirtelen egyszerű építészeti alkotásokként mutatkoznak többen is, de nagyon-nagyon fontos mögöttük, mellettük az a folyamat. Szoktuk ezt múzeumpedagógiának, amikor már megvalósult valamiről van szó, de hát kísérleti régészetnek is, vagy közösségi régészetnek is hívni, amelyek segítik ezeknek az elhelyezését, újra elhelyezését a tudatunkban, nem csak egy 11-es úton ö, ö, haladó autókból kilátható valami, egy kicsit ilyen zöldes területként értelmezhető. Maradjon itt, akár Ulcizia is. Köszönöm szépen a figyelmüket.